tisztelettel, szeretettel köszöntöm mélyen megrendült gyászoló családom nevében a jelenlévőket. Ferenc Ervin atya, drága Béla bátyám, ime hazatért. Haza a szülőfalujában. Gyergyószárhegyre. Haza a templom és a kolostor kertjében. Koborsóban. Nem így akar. A temetőben őseimmel szerette volna a végső pihenés. De, mert engedelmességi fogadalma úgy kívánta, hogy saját akaratát alárendelje a mindenkori felettes vezetésnek, pont ezért vállalt a szárhegyből való elhelyezést is. Egészen biztos, hogy utolsó akaratának megmásítását is elfogadta már a örökké valóság. Nekünk élőknek is, hogy ki kell mondanunk az igazat, helyette és élette. Tehát, az engedelmesség felülírta, ha fájdalmasan is Ervin atya akaratát. Az alázat és engedelmesség mindvégig jelen volt az életében. Ő a nagy tervek embere volt. Ki kell mondanunk a koborsója mellett, hogy amit sikerült meg is valósítania, az Isten dicsőségére tette. A kolostor romokból való felemelésig is. Tehát nem a maga javára soha, hanem a Ferences rendért, a szegényekért, a gyermekekért, és nem utolsó sorban a magyar kultúráért, amely hívja volt. Ebben a nem egészen 97 évben belefér 13 év börtön is. Nem mérítélte, hanem vállalta a szenvedéseket. Egyszerűen szép éveknek nevezte az üldöztetés idejét. Ha nem vált, de kapott megaláztatások könnyet sajtoltak a szemébe, fényesebbé tették jelleg. A végtelenül irgalmas Isten immár úgy találta, hogy pont azt az irgalmasság évében hívja haza a bűnbeteg szolgáját. Legyen áldott az Úr akarata, akit ő sokszor az én gazdámnak nevezett. Gárdonyi Géza sírkőn ez a felirat áll. Csak a teste. Ez a mi igaztalásunk is. Ebben a koporsóban egy elgyötört, csontászorodó test pihen. A szamár testé, ahogy a Szent Ferenc a testet nevezte. Ervin atya, a mi Béla bátyánk hazaérkezett az ő gazdájához. Vannak emberek, akik építenek, és vannak, akik rombolnak. Ő építő ember. Isten szép világát fákkal, erdőkkel szépítette. Tette tiszta Ferencek szívvel. A nem egészen 97 éves útnak a végén az örök boldogság fényesek neked. Könyörög életünk, mert még könnyeinkkel átadjuk földi életünk útjait. De minden fájdalom ellenére hiszünk a boldog találkozásba. Ervin atya, Béla bátyám, a viszontlátásra. Gyertessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Boldogult Ervin atya, én hiszem, hogy a sokszoros bírósági bírálatok után most a Jóistennél is megtörtént a bírálat. A megboldogult és még élő volt gondnoksági tagság nevében évvel ezelőtt az akkori Csergő Magda kérésére hazajött Szárhegyre, hogy nem maradjon üresen a kolostor és a templom. Legyen, aki felvigyáz. Különösképpen köszönöm, hogy felvállaltam az én Ferences templom és környéke és a kolostor. Rendbetételi. És maga a kolostor és a birtokai
visszatérését. Hova ez nem múlt, könyvvel adott. Volt, amikor egy kereskedés után azt mondta, egy évet tettek el az életem. Mindig az erősített, ne hagyjátok a reményt kialudni. Mindig azt a példát hallottuk, nincsenek véletlenek. A Jóisten tudja, miért történik. Én is azt mondom, az égek tudja, miért történik. Nyugalma legyen csendes, és feltámadás a dicsőséges. Jóisten adjon boldog találkozást. Dicsőség a Jézus Krisztus. Nagy méltóság, főtisztelendések, atya, püspök atya, főtisztelendő urak, tisztelendő atyám, kedves gyászoló gyülekezet, amit a hivatalos értesítőnkben is közöltük, Ervin atya életpályája és munkássága nem csak történelmi jelentőségű, hanem mindannyiunk a Kárpát-medencei keresztény magyaroknak példaértékű. Ferenc Béla, Páter Ervin ezt nyilatkozta az Erdélyi Naplónak 2014-ben. Én sohasem búcsúzom. Szárhegyről kétszer elhajtottak már. Egyszer Szabó Anti községi szolga a néptanács elnöke. El kellett fussak, küldtem militistákat, és én nem akartam időn a perőt börtönbe kerülni. A börtön után császár militista őrmester hajtott el. Én innen többet el nem megyek. Nézzék, van egy lelki és egy testi távozás. Testi távozás például a halál, amikor az ember megvet. A halál, amikor az ember megveti valakinek a társaságát és eltávolodik tőle. Én Szárhegytől nem távolodom el. Tisztelt gyászoló közösség! Ebben bízunk és remélünk most. Kedves atya! Arra gondolok, hogy mekkora veszteség ért bennünket, elcsapik a hangom és torokszorító fájdalmat érzek. Ha pedig felidézem az együtt töltött pillanatokat, a tanításokat, a szigorú határozott, de szeretetteljes tekintetedet, amely mindig erőt sugárzott, felocsudom az önsajnálatból, és ezekben a pillanatokban próbálok a sírod előtt, a magam és a közösségünk nevében tisztességgel elbúcsúzni. Habár ez nem volt szándék az idén, hiszen nem régiben nem ezt beszéltük, de a keresztényi magatartás kötelez, és megnyugszom Isten akaratában. A boldog emlékű Márton Áron püspök úr nem véletlenül mondta a pappá szentelésedkor, hogy vértanúkká szentellek titeket. Igazi, Jézusi életet éltél az utolsó percekig. Most hazaérkeztél. Mindenképpen. Biztos vagyok benne, hogy a legjobb helyen vagy. Hitünk szerint is, székelyesen szólva odafent az Úristennél, de itt is, a Ferences templom árnyékában, a többi nagyjaink szomszédságában. Itt ragadtál még gyermekkorodban. Ide kötött téged a néhai Lázár testvér, és neked itt kell maradnod valóban. Testileg és szellemileg egyaránt. Meg kell értened, hogy szükségünk van rá. Életedben sokszor próbáltam megköszönni mindent, amit értem, ami közösségünkért, magyar nemzetünkért tettél, de sosem hagytad, hogy végigmondjam. Most itt kimondhatom. Isten fizesse meg minden jóságodat, és adja, hogy a tanításod, életed példája gyökeret verjen, megfogadjon és gyümölcsözzék a mi életünkben, különben meggyaláznánk a munkásságodat. Azt mondtad, hiába él, aki másnak nem hozná. Ha igazán tisztelünk, ehhez tartjuk magunkat. Tudjuk, hogy most tényleg muszáj menned. Valószínűleg oda át is ki vannak előve a feladataid, mert te annélkül ott sem bírnád ki. Kénytelenek vagyunk elengedni, megfogadva azt, hogy megpróbáljuk a nyomdokaidat követni, megpróbálunk igazi magyar, éver és igazságszerető keresztényként élni. Megpróbálunk őseinkhez és hozzád méltó példás közösséget alkotni. Munkálkodva békében, imádságban és szeretetben élni. Te pedig járj közben továbbra is értünk, hiszen most igazán megteheted a mindenható közelségében. Most közvetlenül elmondhatod,
megvitathatott nemzetünk fájdalmai, gyarlóságai, gondjai. Szárhegy önkormányzata, egész közösségünk, testvértelepüléseink és magyarországi jóbarátaink nevében alázattal és az engesztelésedet kérve kívánom, nyerd el a Jóisten minden ajándékát, nyugodjál békében. Köszönjük végén az Erdély Ferences rendtartomány nevében, és hát hiszem, vagy merem remélni, hogy Erdély atya nevében is néhány köszönő szót szeretnék mondani. Köszönetet mindazokért, akik életében mellette voltak, és akik halála után mellette voltak. És tudjuk, hogy mindazt, amit tett, azt nem csak egyedül, hanem sok-sok ember közreműködésével, segítségével, bátorításával tette életében. Én szeretném megköszönni mindazoknak a közreműködését, munkáját, fáradozását, akik társai voltak abban a 96-90 évesztendőben. Bármelyik helyen is volt, amikor volt, akár itt Szárhegyen, ahol legutóbb hosszabb időt volt. De azt is szeretném megköszönni, akik Csíksomjon látogatták őt, akár azért, hogy biztassák, bátorítsák, akár azért, hogy bátorítást nyerjenek tőle. Azt is szeretném megköszönni, vagy azoknak is szeretném megköszönni, akik imádkoztak érte. Talán nem személyesen álltak mellette, de imáikkal kísérték, bátorították. Szeretném megköszönni azoknak a munkáját, közreműködését is, akik halála után tevékenykedtek, akik a temetést előkészítették, ezzel kapcsolatos sokféle feladatot próbálták tőlünk is átvállalni, helyettünk is tenni. Minden ilyen közreműködés és nem sorolok neveket, szervezeteket, éppen azért, hogy nem valakit kifelejtsen. Hálásan köszönök, köszönünk a rendszeresek nevében, és erre remélni, hogy Erdély nevében is. És mint azt, amit korábban mondtam, az örök élet reményében is, kérem is továbbiakban, hogy mi az, amit Erdély elkezdett, amiben mellette voltunk életében, az halál után is folytassuk, legyünk munkájának tovább munkatársai. És hát imáinkkal, tetteinkkel, cselekedeteinkkel, minden nap életünkkel folytassuk azt, amit vele elkezdtünk. Dicsértessük a Jézus Krisztus. A provinciális atya szavait azzal szeretném kiegészíteni, hogy a papságot, a nővéreket, szerzetes testvéreket, rokonokat, távolból jött vendégeket szeretnék egy rövid kis ebédre meghívni a temetést után a központba, a kultúrotthonba. Jöjjetek segítségön Isten szerencsei, siessetek Urunk angyalai, fogadjátok az ő lelkét, s vigyétek a fölséges szíve elé. Fogad magadhoz Krisztus, ki meghívtad őt, és ti angyalok vezessétek a mennyország örömébe. Fogadjátok az ő lelkét, s vigyétek a fölséges szíve elé. Uram, neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék néki. Fogadjátok az ő lelkét, s vigyétek a fölséges színe elé. Jöjjetek segítségül Isten szentjei, siessetek Urunk angyali,
érezzél, hogy porból vagy és porrá leszel, de Jézus Krisztus feltámaszt téged az utolsó napon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egy szent fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pultokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ki a mindenható Atya Isten jövője, onnan jelenítélik élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikusan a szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben, az Úr Jézus szent lelkével. Az ő lelke és minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Thank you.
Lég felem torrálod,
Jézusomnak kegyelméből. Köszönöm, hogy én lelkem.
Isten nyugtassa Ervin atyát.